Sziasztok, egy újabb videóval jelentkezem. Ebben a videóban a Bohém Rapszódiát fogom bemutatni. Tudom, hogy már ez néhány hónapja megjelent ez a film, még ha jól tudom, márciusban talán, de abban a hónapban nem volt több film, amit meg akartam venni, ezért bevártam még a következő havi megjelenéseket, és azzal együtt rendeltem le. Azért mutatom be ilyen későn, de hát úgy gondoltam, azért csak elkészítem a videót. Háromféle kiadásban adták ki Blu-ray-en ezt a filmet, ugye egy sima műanyag tokos, ez a Digibook változat és egy Steelbook változat. Nekem ez tetszett a legjobban az összes közül. Ugye, hogyha valamiből adnak ki egy ilyen szebb kiadást is, mint egy sima műanyag tok, akkor én ott alapból már a jobbat veszem meg, és ugye itten volt a Steelbook és ez, és nekem ez jobban tetszett. A Steelbook is nagyon szép, de árba ugyanannyi volt mindkettő, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt fogom megvenni. Hát maga a film, én moziban nem láttam, bár ott lett volna érdemes. Sokan szeretik, sokan nem, tehát nagyon megosztotta a nézőközönséget. Én nekem igazából tetszett a film, hallottam, hogy történelmileg nem a leghitelesebb, de igazából szórakoztató volt, és tényleg tetszett a film, úgyhogy engem ez így annyira nem zavart. De persze azért utána néztem néhány dolognak, hogy valójában hogy is volt meg. Mondták, hogy sok dolgot kihagytak a filmből, de hát ha mindent beleraknak, akkor akár 4-5 órás is lehetett volna. Én úgy is megnéztem volna, tehát nekem nem probléma, ha hosszú egy film, de ugye a mozi szempontjából nem biztos, hogy mindenki beült volna egy hosszabb filmre, mert így is már több volt, mint 2 óra hossza. És ugye ezt figyelembe szokták venni, hogy ne legyen túl hosszú egy film, mert akkor az emberek nem mennek el rá megnézni. Na hát akkor szerintem nézzük is meg a kiadást. Ugye így néz ki az eleje is, ha itt a fény fele fordítom, nem tudom mennyire látszik, hogy Freddy alakja az ilyen fényes kiemelést kapott, és a Bohém Rapszódia felirat is. És itt még mögötte látható a Queen logója. Utána a gerince elég vastag lett, tehát egy átlagos Blu-ray kiadáshoz képest, és elég nehéz is, ugye a Digibook kiadásnak köszönhetően. Hát itt szokásos dolgok, igazából ez is jó lett a gerince. Itt van egy rövid leírás, egy kép, extrák, ezek magyar felirattal, Rami Malek Freddy-vé válása, a hangzás és látvány, a kulisszák mögött, a Live Aid koncert újraalkotása és a Live Aid fellépés teljes film változata. Még vannak rajta mozi előzetesek eredeti nyelven. Még az extrákat nem néztem meg, és igazából még a filmet sem néztem meg ezen a kiadáson, hanem korábban láttam online magyarul, kétszer is. És hát ugye angolul még nem néztem meg, de majd ezen a kiadáson mindenképp angolul fogom. Kíváncsi vagyok erre az angol DTS HD Master Audio 7.1-re, hogy ez szól. Magyarból ugye sima 5.1-et kapunk, többi az nem érdekes, magyar felirat. És ugye mondtam itt a játékidő 134 perc. Igen, jól emlékeztem, hogy több mint 2 óra hosszás. Bontonfilm adta ki, 12-es korhatár karikával. Tehát teljes egészében így néz ki a hátulja. És ha kivesszük ebből a tokból, ez egyébként egy eléggé masszív, erős tok, ami ritka, mert nekem már van több ilyen kiadásom, amilyen
tokba van benne, és hát azok elég gyengék. Szinte eddig mondhatni, hogy ez a legerősebb, ami van a gyűjteményemben, úgyhogy ez egy külön jó pont. Akkor itt van ugye a belseje, ez ugyanúgy néz ki, ugyanúgy ilyen fényes, gerince is majdnem ugyanaz, és a hátulja. Igazából majd ha kinyitjuk, akkor lesz teljes a kép. Itt vannak ugye a szereplők. Megpróbálom. Igen. Kinyitni az egészet. Itt vannak a szereplők, itt van benne maga a könyv része képekkel, és egy kis leírással. Nem is tudom hány oldalas, de egy jó pár megvan. Na tehát, ez itt ilyen. Az nem tetszik benne nekem, ez egy nagy negatívum, hogy ilyen belecsúsztatós a lemez. Most nem is fogom kivenni, mert már amikor legelőször kivettem, már akkor is hajszálkarcok jelentek meg rajta. Pedig állítólag a Blu-ray lemezek azok karcállóak, de nekem ez a megoldás nagyon nem tetszik, ezért is gondolkoztam nagyon a Steelbook és eszközöt, de végül csak ezt választottam. A másik negatívum, hát nem nagy dolog, de amikor kinyitottam legelőször, akkor itt kicsit megtört maga a kiadás, ugye ahol a könyv bele van rakva, meg itt a amiben a lemez van benne, ez itt felvált egy kicsit. Igazából nem is piszkálom, nehogy jobban. Hát elengedte a ragasztó. Na tehát akkor így néz ki, hogyha kinyissuk teljesen a kiadást. Tényleg a lemezt akkor most nem venném ki. És ha megfordítjuk, akkor ilyen a hátulja. Itt ugye koncert jelenet látható. Itt pedig maga a tok, amiben benne volt. Most akkor össze is csukom. Na és hát körülbelül én ennyit szerettem volna, ennyit terveztem erre a videóra elmondani. Köszönöm, hogy megnéztétek, és akkor a következő videóban találkozunk. Sziasztok!